kell tudjunk álmodni, ahhoz kell tudjunk tervezni, és meg kell tudjuk valósítani. Nem utolsó sorban el kell tudjuk hitetni mindenkivel, hogy igenis az megvalósítható. A székelyudvarhelyi Pál Dénes életének elmúlt 23 éve éppen ezt bizonyítja. Ma már az épületgépészet és az acélkereskedelem területén az egész országban elismert. Feleségéről elnevezett családi vállalkozásukhoz az első teherautót a NASA ajándékba kapott pénzből vették meg. Kezdetben cukorfuvarozással foglalkoztak, de egy bukás után új vizekre eveztek. A kapcsolatnak köszönhetően és annak köszönhetően, hogy az emberek külföldre mentek dolgozni és volt pénzük, hozták haza, építeni akartak házakat, szabadidő és hétvégi házakat, különböző indultak vállalkozások, és nem volt építőanyag kínálat. Nekünk a kapcsolatrendszerünk megvolt a múltból, ezért nagyon könnyen össze tudtuk hozni a keresetet a kínálattal. Annélkül, hogy tőkénk legyen, mert az emberek hozták a pénzüket, csak valaki szerezze be nekik a szükséges anyagot. A családi ház udvaráról és garázsából induló vállalkozás ma már egy 4 hektáros területen működik Székelyudvarhelyen. Nem csak a város, de már a megye határait is túllépték. 29 munkapontot működtetnek az országban. Mára az irány is letisztult. A korábban létrehozott szállítási, építkezési, asztalos és egyéb jövedelmet alig teremtő szakcégeiket 2003-ban bezárták. Csak így maradhattak meg a piacon. Megcsináltuk a két legfőbb tevékenységre ráépülő céget, az épületgépészetet és az acélkereskedelmet. Emellett meg az anyacégben hagytuk meg az építőanyagkereskedelmet, és rájöttünk arra egy pár év után, hogy mi az, ami rentabilis, mi az, amit érdemes tovább fejleszteni, mit tudunk fölvinni országos szintre. A szinten tartásnak ára is van. A legnagyobb problémákat nem a tőke vagy a piac, hanem a szakember hiány okozza. Senki nem foglalkozik a szakoktatással. Mindenki csak az általános elméleti oktatást erőteti, és felnőnek a gyerekek, 18 évesen kijönnek a liceumból, egyetlen egy dolgot tudnak, hogy van egy diplomájuk. De utána nem hiszi el senki, hogy kemény éveket kell velük foglalkozni ahhoz, hogy lehessen velük dolgozni. Egy saját felmérésre épülő kereskedelmi kézikönyvet állítottak össze. Szerkesztésében a vállalkozó frissen végzett közgazdász fia is segített. A vételártól az eladási árig a kereskedelemben használt 100 legalapvetőbb fogalom került bele. Németországból és Magyarországról meghívott logisztikai és marketing szakemberek segítségével próbálnak napra készen lenni az üzleti életben. A szellemiség az, amelyik engem és rajtam kívül nagyon sok kollégát motivál. Az, amit kapunk fejlődés szempontjából, az a szakmaiság, az emberbarát környezet, és nem utolsó sorban a fejlődési és bizonyítási lehetőség, az a bizalom, amivel a tulajdonos meg a felső vezetés viszonyul a kollégákhoz és lehetőséget teremt arra, hogy kibontakozzanak, gondolkozzanak, értéket teremtsenek. Ebben az értékteremtésben 430 alkalmazott vesz részt. A székelyudvarhelyi telepen nemrégiben ereszcsatornák gyártásába kezdtek. Ez az első saját gyártású termékük. Az általuk forgalmazott több ezer árucikk között ott találjuk a saját márkanevet viselő extra minőségű Melinda, valamint a középkategóriás Gobi termékeiket is. Klienseiknek teljes fűtés és csatornarendszereket, tűzvédelmi termékeket, valamint fürdőszobai kellékeket is kínálnak. Évente mintegy 5000 kamionnyi árut mozgatnak meg, így közvetetten is sok embert foglalkoztatnak. Nem szerintelenség, ha azt mondom, hogy a vállalkozó egy nagyon fontos fogaskereke a rendszernek. Az, ami nagyon sok mindent meghajt. Ha ez a fogaskerék leáll, akkor nem szeretném azt részletezni, mennyi minden leáll. Inkluszív egy munkanélküli segély, a nyugdíja, a diákoknak a fent. Tehát nagyon sok dolog, amit maguk a vállalkozások tartnak fenn,
amiért nagyon kevés, idézőjel mondom, az elismerés. A vállalkozó szerint egy cég nem csak az alkalmazottai iránt tartozik felelősséggel, hanem társadalmi kötelezettségei is vannak. A néhai testvére emlékére létrehozott alapítványon keresztül templomok újulnak meg, kórházi osztályok válnak barátságosabbá, játszótereket, sportlétesítményeket hoznak létre. A sikeres vállalkozás eredményei ezekben teljesednek ki.